Tabla. Na jó napot kívánok. Nem arra, hogy ilyen zajgáttok kezdve minden lópasz, szóval a síri csendből nagy hirtelen fogja beadni a hangomat, csak hogy ne halljátok a háttérzajt itt felettem. Tehát, Kacsor Faktori 1.0. Kigyütt. Kigyütt, megnézzük az első egy órát. Ami kb. Annyi lesz, hogy megépítjük a hubot, azt csókolom, kb. Ennyi fér bele egy órába. Igen, a neve a játéknak a Nem csalok 2 lesz, mert én beszoktam kapcsolni az Advanced Game Settings-et, most nem fogom. Sőt, én kiszoktam hagyni ezt a landingos proceszt, most nem fogom. Szóval most mindenki arra számítson, hogy kurva hangos lesz az intrója. Az, hogy hol kezdünk, az teljesen mindegy, mert úgyis olyan futószalagaink lesznek, amik rohadtul nem bírják a terhelést, szóval nem kellene ki jó minőségű bányák, ha egyáltalán lesz bánya, ha majd mindjárt kiderül. Tehát jön a kurva hangos intro, amit nem lehet halkítani. Próbáltam. Nekem nem sikerült halkítani rajta. És most se lett halkam. Separation from main transport complete. Group A delivered to Calistian region. All pioneers functional, initiating dispersion. Attention pioneer, I am Ada, your personal instance of the artificial directory and assistant. Jó, muszáj lesz, mert ez egy elmiseltetlen. A Fixit pioneer has 3 core assignments. Construct. All pioneers must follow Fixit guidelines and instructions when constructing any building. Automate. Every pioneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines, outposts, and power infrastructure. Explore and exploit. Fixit selected planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation. Stay within your designated. And that is why the world is counting on pioneers like you. Fixit. Short-term solutions to long-term problems. Initiating planetfall. Atmospheric entry in 3, 2, 1. Beginning arrow assist. Drag within acceptable parameters. Beach boys. Descent phase begun. Decelerating. Deploying parachute. Deploying backup parachute. Skipping parachute. Landing phase begun. Activating retro propulsion. Na, lepítjátok, és ott azt a részt látjuk szerintem, ahol menni emberek. Ebbe. Madár halott. Touchdown. Planetfall complete. Drop pod integrity nominal. Omni situational exploration suit nominal. Pioneer. Acceptable. Ez a baj, kurva hangos. De majd mindjárt mutatok egy vicceset, mert ez most az a hangerő, ugye? You are the third in your region to survive planetfall. Welcome to Massage 2, ABB, in the binary system of Akicha. 4%-ra kb. És ez ilyen hangos. Nem, szóval ez egy tutoriál. Semmi más. Amíg a hubot megépíted, elfejlődik. Addig egy tutoriál. Jól van. Elrakni a sokkolót. Itt kell szedni a faszakésű liftünket, látjátok? Ez egy karcolás sincs. Támult éget vagy fél óráig, de az... Hát igen, oda elmondta, hogy a kedves kis
vállalat, ugye a írásban meg nem pazarlásba hív. Na most már neki sincs. Nem baj. Oké, okay. Na hát nálam ez az újrahasznosítás és nem más ez teljes mert. Igen, 1.0-ás újítás, csak nyomja el az ebetűt és felszedik. Sokat megint, sokat. Eddig letni kellett, most már tartod, felszedi. Na viszont semmi hang. Na ez a vicc. 3%-on töltött. Jó. Felvesszük. 30-nál elindul a zene. Látjátok? 30%-nál elindul a zene. De ilyenkor még a bányászásnak, meg a kupácsolásnak, meg ilyesminek nincsen hangja. Hát, bánya mindegy. Keresünk egyet. Lépteimnek sincs, ha jól hallom, csak néha. Tényleg ilyesminek van, ott egy... Tehát így ilyen. Tehát ennek elvileg nem lesz hangja, csak néha. Utolsó ütésnél van. Next objective. Use the build gun to construct a hangja. Iron is a base component necessary for all near future progress, so ensure you build the hub close to iron sources. Fix it does not pay by the kilometer. Na tehát, ugye a zene is 4%-on van, ha 30 felé viszed, elindul. Megnézzük, hogy a kopácsolásnak van-e így hangja. Tök vicces, amúgy. Ugye valamit, amit lehet kopácsolni. Jó, erre a területre akarunk majd jönni, és hát én most az elején ide jövök. Ó, oh, de jó, jó, szia. Balacsa. Samples of new alien species acquired. Notable features are blunt teeth, suggesting it is herbivorous, and a thickly plated skull and spine, suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma. Preserve the remains for later study. Project az, hogy mindennek legyen valamennyi hangja. Próbáljuk egy gyerejön értékre beállítani az egészet. Jó. Már megjött a kopácsolás hangja is. Jól van. Na, első feladat, meg kell építenünk a hábot. Küszpont, vagy nem tudom minek hívjam. Legelején teljesen mindegy, hogy a kezdem. Nem? A futószalagoknak úgyis ilyen rohadt lassú verziója lesz csak. Tehát nagyjából nem számít, hogy ekkora bánya van melletted, vagy eszlelőhely. Jó, hát mondjuk azért számít, de ahogy majd jönnek a magasabb szint bányagépek, mert ez is elég lesz az alapokhoz, de jó, még egy. Általában minden bánya körül van egy-kettő éltar. Kinyírja magát. Betreng. Ő meg elszalad. Jól van. Na tehát, az elején szükségünk erre a háromra. Tehát... Lézérc.
ment egy... Érc... távolba. Hát... Homok, kő... nem tudom mi. Abból lesz a izé. Betony. De onnan feljössz ide. Nem megerőszakolj. Ki vagy? Gyere. Adtál mi? Minden nyavaját fel kell szedni, mert fejlesztésekhez akármilyen kell. Hova a Isten? Valami villám gyors, nem tudom mi vagy. Jó, szóval kell nekünk majd... És, na már lehet, hogy akkor keresünk inkább egy más helyet. Ahol közelebb vannak a dolgok egymáshoz. Hogy jó az itt, jó az itt. Oké, tehát a hubot hova rakjuk? Ez itt egy dom, de nem érnek el senkit, ide. Hub Foundation built. The hub terminal and crafting bench are only the humble beginnings of a successful fix-it pioneer, but essential for the next steps of onboarding. Once finished, the hub will function as your base of operations. Next objective, complete hub upgrade 1. Na és most attól jön az, hogy ez kb. Egy óra. Hogy ezt megépítsük, ezt a kis tét. Kell hozzá nekünk majd rengeteg ilyen. Több verziója van, valószínűleg kézbe fogjuk megépíteni készet. Én nem szoktam addig olyan nagyon gyárakat építgetni, amíg nincsen meg a szállítószallagnak az elosztó tízbasza, ami majd ez a kész van, utána még két darab fejleszték, akkor hát lesz majd csinálni. Általában addig simán el lehet jutni, hogy kézbe kraftolgat. Meg addig nem is tudsz normális áramot csinálni se. Szóval... Majd ezt még eldöntjük, hogy kérdeztem, hogy mi legyen. Lehet, hogy egy annyit meg tudom csinálni, hogy hárommal csináljuk meg ezt, amit csinálok. Ironing-ot, és a másikkal a... Mindig magulul akarom mondani, tehát a rézércesnek a... Rézércesnek ezt a kütyát is lehet, hogy géppel csináljuk majd. Ilyen annyit kalapálni. Mert ebben a hubban lesz majd ilyen áramfejlesztő vízbasz. Világot össze kell szedni ahhoz, hogy elegendő áramod legyen. Jó, első kanyarban majd kell nekünk vaslemez meg. Nem, nem, első kanyarban csak a root kell, nagyon jó. Portable minert megcsinálni. Csinálunk egy kicsivel többet. Az eleje az macerás, tehát rohangálós, rohangálós, felszedős, kopácsolós az eleje nagyon. Amikor már lesz áram, meg minden lópik be, akkor már könnyebb lesz a történet. Hub upgrade 1, storage and frame completed. Equipment like the portable miner can now be made in the workshop. Congratulations on completing your first milestone, the first of many providing access to new recipes and technologies for the Fix-It mission.
Next objective. Complete hub upgrade 2. Hát nem házattól vagyunk. Hub upgrade 2, power and shell, completed. The smelter can turn raw ore such as copper and iron into ingots, and the biomass burner generates power when fueled. Fun fact, most of the native flora and fauna is compatible with Fixit technology. Fueling the biomass burner with inappropriate materials will result in deductions or even cancellation of your yearly bonus. Next objective, complete hub upgrade 3. Szóval itt már tudunk smeltert csinálni. Az elsőben tudtunk ugye az Equipment Workshopot, itt lesz majd Portable Miner, ami egy ilyen kis bitbasz, rádobod a mezőre, az edi az anyagot neked. Ne csinálom belőle vagy 4-et, 5-öt. Inkább 6-ot. Na ezután már Dori ilyesmi. Már tudod gyártani a kabar bármit. Nekünk ebből kell majd. Sőt, igazából mindenből kell, de a lényeg, hogy szépen sorba kell haradni. Na, mi kell ez a szárhoz? Jó, van nekünk olyanunk, szuper. Igazából ez a játék a gravitációval, ilyesmivel, fizikával nem nagyon támol. Építkezhetsz az égbe is, kb. Jó, ebből kell 6 darab nekünk. 2 a rézre, 2 a vasra, 2 a cementre. Ezzel már így el lehet kezdeni. Oké. Okay. Be kell rakni a kezünkbe. Nem találja a zsebébe. Az a rossz ebben a helyben, ahol most vagyunk, hogy itt tényleg csak szar minőségű lódnak hívják ezeket, tehát ilyen észlelő helyek vannak. Tehát ez kicsit lassít. Készen. Nem tud belőle annyi nyersét kitermelni. Igazság szerint. Aha. Igazából a koszállag is, amit meg fogunk csinálni az MK1, és az 60-at tud elvinni. Egy ilyen mező, ez hogy csak 30-at ad, hogyha ráraksz egy bányát. De itt van egy másnak kettő, szóval ez már megvan egy teljes futószállag. MK1-es. Kb. Én úgy szoktam csinálni, hogyha megvan ez a hub, akkor arra fele, merre most nézek, kb. Elég messze. Van 3 jó minőségű lelőhely, sőt, összesen 5 jó minőségű lelőhely. Át szoktam költözni oda, így a víz felé beépítkezve. Kezdem el, nyomadár. És olyan a játék, hogy milyen lelőhelyek össze-vissza vannak a térképen, és nem tudod megúszni azt, hogy vagy ne húzgáljál 6000 km-es futószalagokat össze-vissza, vagy ne építs kis gyárakat mondjuk ide, így nem viszed el valahogy a nyersét. Hát nem lehet azt sajna megúszni, hogy egy helyen tudjál építkezni. Általában szerintem azt csinálják az emberek, hogy csinálnak egy ilyen központféleséget, és oda hordanak mindent, kb. Aztán mi is valami ilyesmit tudunk csinálni. Majd ha megvan a hub, akkor elkezdek egy másikat. Mert én amúgy egy kicsit szoktam csalni az elején. Így. Ahogy mondtam is, hogy kihagyom ezt a hub építést, meg van, amikor még az áramfejlesztéssel sem foglalkozok, ki lehet kapcsolni, hogy ne kérjen semmi árama. Olyat is ki lehet kapcsolni, hogy építési költsége se legyen semminek. Mert ha te ezt komolyan akarod venni ezt a játékot, mert olyan értelemben, hogy tényleg így, ahogy most láttok, ilyen lófaszt megépítgetve, meg árammal foglalkozva, meg mindennel, hát akkor szerintem nagyjából egy 1000 óra kell ahhoz, hogy belépítsd. Hát az egész egy izéről szól, a űrliftről. Űrlifttel te felküldöd az anyagokat a kalacsba. De mondom, hogy ha ezt tényleg ilyen árammal, meg mindennel kalkulálni akarod csinálni, akkor
300 óra, mire megcsinálod az első 4 fázisát. És most már van egy ötödik is. Jó, na, kell nekünk 20 bizbasz. Nem ér, ezt nézem. Nem az, nem kell, jó, akkor itt kell csinálni. Egy. Miért adunk? Vezeték, vagy miért ne kell csak azt kikérni ebből. Majd a következő videóban megmutatom, hogy én tudtam játszani kicsit fanabb, mert ez így tényleg szívás, főleg, hogyha egyedül csinálod. De viszont azt ajánlom bárkinek, aki elkezdi ezt a játékot, hogy így kezdje el, mert így tanulod meg az egészet. Ha a könnyítéseket bekapcsolod, akkor nem fogod megtanulni a játék lényegét, Kámé. Az csak akkor kell, ha az elején ezt a egy óra szarakodást ki akarod hagyni. Teregetjük a szarokat. Az eleje az ennyi egy vaslemezt, meg ilyeneket fogunk, ezt a tekercset fogjuk kaptolgatni. Majd cementet kell összesen, majd 100 darab. 150. Mármint, hogy beton. Kell lesz majd, vagy 100-150. Tehát az 750 darab követ jelent kibányászatban. Mindegy, ez az eleje, ez még easy. Jó, az megvan. Ebből kínálunk. Itt lehet beüzemeljük ezt a... ne nekem kelljen kupácsolni. Ennyi kell hozzá most így fejből. Van már egyáltalán áramunk? Ölter! Állni. Ha még nincs pillanyos. Erről megy ebbe tovább. Lássam, hogy mennyi kell még. Akkor pedig 11. Upi. Hub upgrade free, interior furnishing completed. The constructor can produce simple parts, and power poles allow for the expansion of the power grid. When you make the inevitable mistake, Fixit's dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction, in line with our zero waste policy. We understand that Fixit pioneers are only human and thus prone to error. Next objective, complete hub upgrade 4. Téró izét, pazarlást, ezt kelltek látni, talán is. Na hát most csak annyit fogunk megcsinálni, hogy ezeket, amit most kopácsoltam, az ingotokat, azokat gépbe fogjuk állni. Most az, amit csinálom. Mire akkor is menni kell, de... hogy... a 30-at.
De várj, hát az a rész már kész van. Hát egy külön. Ezt ott kell meg vezetni, tehát kell egy kábel is. Valahogy beton is kell, ott kell. Külön. Akkor még lesz előtte egy kis utkáradás. Elosztó az majd csak a hub fejlesztése után lesz. Jó, ehhez még nagyon nincs sok mindenünk, akkor el kell menni a cementes tér. Nagyon messzire. Lehet, hogy ezeket megérnék kijutni, mert ezek adnak vagy 70, mennyit ha jól emlékszem. Erre 50-et akarom, hogy 50 mondani. Hát csak 3-at ad. Vaj, valami. Eléggé számolgatós játék. Kell mondjuk még most nem. Később lesz ez nagyon számolgatós, amikor már gyárakat próbálsz összerakni. Jól van, ebből már majdnem megvan a triáros résznek. Jó, most nem gondoljuk túl ezt a múl. De elején még amúgy teljesen mindegy, hogy építkezel, mi hiányzik. Értem. Elpusztít beltözni. Oké, akkor kell csinálnunk rákos betont. Ja, nincsen helyen, bassza meg. Remek. Na bassz, nem adtál véletlenül az egéret? Oké, most már helyen. Csináljuk mindet, mert igazából ez a... Kavics. Mi ez a? Limestone. Pedig tudom, de most nem úgy be. Mindegy, szóval ez másra most egyelőre nem kell. Később meg kell lesz, de most nem. Ebből pedig kell lesz a küldik ezen a 150-200 darab. Szorozva 3-mal. Jó. Csak már mi legyen a lapot? Nem, mert kell hozzá. Oké. Okay. Ezt akarom, hogy a ingatokat legalább magának gyártsa. Oké. Okay. Tehát, vízfonyi a szlop. Vezeték. Jó, tehát akkor most van két ilyen gépünk. Ha elérném. Van áramunk.
Egyik csinál ilyen ingatot, ebből másik csinál ilyen ingatot, ebből. Jó, hetenként 30-at fog megcsinálni, szóval a kézzel kalapálás amúgy valójában sokkal gyorsabb. Jelen pillanatban gyorsabb. Szóval ez a rész most csak annyiról fog szólni, hogy a hátnak a fejlesztéseit gyorsan megcsináljam. Aztán átváltunk egy olyan verzióra, ahogy én szeretek játszani. Igazából annyi a különbség, hogy ugye... Jó, nem nagy cucc, mert 5 cső meg 80 másik baszás egy ilyen gép, tehát... Igazából csak időt nyersz vele. Hogyha kikapcsolod ezt mondjuk az építési költséget. Igazából energiánál is, hogyha bekapcsolod, hogy ne legyen áramfogyasztása. Azzal is csak időt nyersz, mert amúgy nem lesz úgy. Ja. Az áramot se. Macera, az sok, rengeteg idő. Borodnak vagy mi az Isten villanyoszlopnak a lerakása, a tögetése. Egyben egyszerű. Kalás réten is. Ja, és még úgy is bonyolult játék. Mert még itt is kell, tudom én, 100 óra, hogy eljussál a negyedik állomásáig a gyűrlépnek. Ilyen vacat kell. Oké, mennyi olyan másik vacak, az nem kell most. Kábel kell. 19-20 kell. Jó, megvan. Az is van. Oké, megyünk következőre. Bele az csak ilyen lepörgetős. Fogalmam sincs, hogy 5-ös. Na, már mindjárt itt a 6-os szóval. Hub upgrade 4. Landing platform and utilities completed. Conveyor belts connect the output of one building to the input of another and transport resources. Due to past incidents, I have been asked to issue a clarification. Portable miners, obviously, do not have a connection for conveyor belts. There is nothing to suggest, visually or functionally, that they can be connected to portable miners. If this is something you struggle with, do not worry. Fixit has alternative uses for all their pioneers. Next objective. Complete hub upgrade 5. Igazából azoknak sem nagyon volt értelmük. Oké, most hozzányúlok, mert hallom, hogy tele van. De enélkül is simán meg lehet csinálni ezt az első 6 fejezetet. Jól le van-e? Kell nekünk. 46-96 darab. Sokkal egyszerűbb lesz majd itt minden, hogyha már tényleg magától gyártja az utcokat. Igazából én addig nem szoktam elkezdeni semmi nagyot csinálni, amíg nincsen meg a alap. Mármint a gyárépítés, ugye padló kb. Meg nincsen meg a szallagoknak az elosztója, futószallagok elosztója, nem tudom. Kell még rod, igen. Addig nem éri meg semmiben gondolkozni. Hát itt csak így kézbe kapácsolok. Jól van. Ha jól emlékszik, ez kb. Ennyi. Jelen még lesz egy... Ha.
Hub upgrade 5, power expansion, completed. The miner, unlike portable miners, can be connected to conveyor belts and requires power to function. Caution, as you expand, the energy demand of your production may exceed the capacity of your power grid. The onboarding program was established because Fix-It pioneers often experience memory issues after planetfall. If you are experiencing nosebleeds, nausea, existentialism, or an itchy scalp, there is no need for concern. This should pass within 5 to 7 workdays. Next objective, complete hub upgrade 6. Ah, szóval, Space Elevator végül is a lényeg a játéknak, mert ezt küldözgetett fel, ugye már mondtam, hogy ilyen anyagokkal tele. Mindegy, biomassa majd áram. Áramtermesztőt, amit hál' Istennek megvariáltak, szóval már lehet rákötni ezért. Nem szállítószallagot. Eddig nem lehetett, hanem kézzel kellett töltögetni, mint ahogy én az előbb a padra raktam abba. Jól van, tehát akkor kell nekünk 100 mindenből. Oké. Ebből meg is vagyunk. Oké, ez megvan, fémlemez, majd nem meg lesz, ezt legalább gyorsan kraftolja, fémlemez, kraftolja kézbe. Így nem teljesen vagyunk meg, de majdnem, tényleg elfejtettem kint azokat a szarokat megtölteni, hogy legalább csináljanak valamit, ha már az áramot fogyasztják. Oké, lehet, hogy el kell mennünk majd ilyenért, sőt biztos. Oké, akkor a rod majdnem meg. Jó, ha még megcsinálja ezt, addig elmegyek, még beakadtam én. Olé! Na ez történik akkor, amikor elfogy az áram. Ezt a hangot elég sokszor hallani, aki ezzel a játékkal elkezd játszani. Na de mennyi csavar kell nekem. Egyelőre még sem egy csavar nekem. Ez a 6-os fázis azután kell lesz majd csavar. Mert majd amikor lehet tölteni ezeket a áramgenerátoros szuttokat, akkor senki ne az alaplevéllel vagy ilyesmivel töltse, mert hamarabb elég, mint a már átalakított levél, bár én már én most hova megyek. Hol vagyok? Eltévedtem. Helyre. Jó. Hol van? Majd a leveleket meg a fákat át lehet ezért craftolni ilyen úgynevezett biomasszává, nem az a neve. És azoknak már sokkal jobb értékük van áramtermelésben. Most ez a 10 akárhány drappa, amit én beledobtam, ennyi ideig volt elég. Direkt nem töltök bele amúgy, ezek ennyi van, jön el az út. Ok, nem baj, akkor craftolom kézbe. Tudom árammal szórakozni. Jól van, azért el sem mentünk, nem baj. Kell nekünk 100 ilyen. Ez ilyen. Sőt, ott megvan. Ezt nem is bekrapolni, ácsi. Na, emiatt kell lesz majd senki bennem a cuccokat, mert ez nem lesz elég. Ebből kell ennyi. Hát mit csináltam én ezzel, hogy nincs meg? Jó, most már megvan. Akkor most 70, vagy 100 darab ide Iron Plate kell, és nem van.
ez lesz a szakidő. Őt még lesz elég hozzá. Jól van, meg megkaptaljuk ezt, addig, hogy 100 legyen. Elvileg kijön ennyiből, egy biztos. Aztán lekaptoljuk a cementet, és csókolom. Százat írt, mondtam, akkor kész vagyunk, de nem. Hiszem, háromból csinál kettőt. Jaga van. Jó, hatos emléd megvan. Hát itt egy hülyeséges, hogy dumálgattam. Egy 45 perc alatt meg lesz a hubnak a fejlesztése. Ami végül is egy ilyen tutoriál kereségnek felfogható. Ezután el lehet kezdeni a gyár építést, ha így nézzük. Egy pár cement. Egész pont 15. De bentből majd jó sem kell. Jól van. Na, akkor a hubunk. Így néz ki, amikor teljes. Hub upgrade 6. Landing platform hydraulics completed. Freighter landing initialized. Congratulations, you have completed onboarding and achieved the absolute minimum skill level required of a fix-it pioneer. Fixit looks forward to your future achievements, because a future with Fixit is a future with you. Tier 1 and 2 milestones are now available in the hub, and biomass burners can now be built individually. Your first official objective is to initiate project assembly by building the space elevator. This objective will take a significant amount of resources, so Fixit recommends getting to work. Ez, hogyha szólóba játszol, nem sok értelme van. Te látod ma. Multiba játszol, akkor van értelme. Kiszínezzétek egymást, hogy magadat. Na jó van. Na szóval a játék lényege, ugye a Space Elevator, ott ki is van írva jobb oldalt. Tehát annak lesznek majd fázisai. Most már ez 1.0-ába bejött, hogy 5 darab fázisa van. Az ötödik az már ilyen üllény technológia. Az első előtte lévő 4 az pedig az, hogy minél jobban kiszibolyozz a bolygót. Mert hát ugye ahol emberszerű lények megjelennek, ott minden más elpusztul körülbelül. És igen, ez a játék is arról szól. Kihúzzuk egy órásra amúgy. Addig valamit még körünk itt.
De azt is még szigorúan csak kézbe. Tehát még nem csinálunk gyártósort, mert na, majd mindjárt megmutattam, hogy miről beszélek. Azt mondom, hogy az alapokat ki kell fejleszteni, meg a elosztó bizba. Eleje még nem vészes, tehát 100 darab ebből abból az nem sok. Meg ezek még abszolút nem összetett receptek. Tehát lesznek itt majd később olyanok, amik már tényleg elég durvák. Na szóval a Tier 1-es fejlesztésben ott van, hogy ez az alapok, tehát ilyen foundation-ök gyárépítéshez, akármihez. A második részében ennek a ágnak, a szállítószallag, összesítő, kötőjel elosztó, meg a lift is hasznos. Hát, field research-ba majd tudod fejleszteni új tárgyakat, recepteket, egybereket, akármiket, meg megkapod a térképet végre, mert az még nem. Következő az már izgalmasabb. Tehát ez az assembler, az összerakó két tárgyból összerak egyet receptek alapján. Annak abból is olyanok, amit majd közben ki lehet fejleszgetni, és könnyítést jelent. Ez már az Istennek az űrliftnek az első fázisához kell. Fel tud küldeni, mert mindig az a lényeg, hogy az űrliftet küldözgetett fel. Tehát ez, meg ez, majd a következő fázis lesz, de írja is ott amúgy, vagy még fázishoz tartozik. Jó lesz, izgalmas itt bevágó izé, hogy már normális minőségű üzemanyagot idézőjelbe tudjál venni, majd csinálni a áramothoz. Gumpat soha az életben nem használtam. Ilyen ugrópen pad. Soha nem használtam. Ez is egy nagyon hasznos dolog. Le tudod darálni, vagy hát igen, végül is le tudod darálni a bármi, na jó, nem bármi, de a legtöbb cuccot le lehet darálni, és kapsz érte pontokat, amit ebbe a shopba el tudsz küldeni. Hát, hasznos. Annyiba. Kinézetek, szállítószallagokhoz, vezetősinek, arra akasztható, vagy arra rakható áramvezető, bizbaszok. Logisztik MK2, gyorsabb szallag, már 126 tud vinni. Mind hasznos. Viszont most nekünk, ami kell, akkor azt még lehet gyorsan csinálom. A Foundation ezt kell nekünk. Hogy gyárat kell kezdünk építeni. 100-100-100. 200, bocsánat a vége. Jó. Nagyjából ugyanaz, mint a... Ebből leszünk bajba. Nagyjából ugyanaz, mint a hatodik fázisa volt annak a hubnak. Ha számítva az, hogy ebből sokkal több kell. És mivel még nincsen elosztónk, ezért nem tudok semmi árammal kapcsolatos, vagy bármit megcsinálni, ami magától működne. Ebből se látom értelmét, hogy a gép alapálja ezeket. Tényleg gyorsabban megy. Ja, igen, autószév. Állítható, hogy hány percenként mentsen. Személyes tapasztalatomból néztem pár live-ot mostanában. Van, aki ilyen 30 percre állítja. Hát fogalmazunk úgy, hogy a világ legnagyobb őrültsége 30 percre állítani. Mivel 30 perc alatt felépítesz egy akkora gyárat, mint egy ház körülbelül, sőt két ház, sőt mint egy gyár, akkor a gyárat, igen. Aztán kikressel a játékod, mert még ki tud, mert 1.0, igen, most jött ki, tudjuk. Nem volt 5 évük fejleszteni, mindegy. A kikressel is kezdheted előről azt a 30 percet. Legalább 30 percet, ugyebár. Alapjáraton 5 percre állítja ezt a mentést, néha még amúgy az 5 perc is elég sok. Mert amikor már beindul ez a dolog, akkor ilyen kisebb fázisokat, mint amiket most csinálunk, ez nem lesz 5 perc megcsinálni. Kellemetlen tud lenni, amikor
vagy Altec 4001-et valahogy, valamiért, és elfejtettél menteni előtte. Az úgy kellemetlen tud lenni. Mennyi van nekem ebből eddig? 119, 200, az 70 nem elég. Ilyet még várunk. És van még egy. Hát ilyen kis apróságok vannak bennem, úgyhogy ez egy ilyen kereső, tehát beírod, hogy mit tudom én, söbetű, és akkor kiírja a söbetűs dolgokat, amiben van söbetű a játékban. De amúgy a másik jó dolga, az ez valójában egy számológép is. 243 darab ilyen észnek kellene lennie, hogy kijöjjön a 300. Másik jó dolog az O betű. Itt meg tudsz nézni minden buildinget, minden nyavaját, hogy mi kell hozzá. Plusz az összes eddig kitanult recepted itt van. Tehát mit tudom én meg tudom nézni, hogy az Iron Platehez mi kell. Vannak benne alternatív receptek is, majd ezeket ki lehet fejlesztetni. De itt van mondjuk, hogy te ilyet akarsz csinálni. Hozzáadod a tevékenységlistáthoz. Tudod szerkeszteni. Beállítod, mit tudom én, neked ebből kell 4000. Írja, hogy mennyi ingot kell hozzá például, de ez bonyolultabb dolgoknál is működik. Keresünk, nincs még olyan, ami összerakós, hogy nem tudom megmutatni. De minden nem működik. Hasznos. Jól van, ezzel megvagyunk. Elpopáztam az időt, úgyhogy addig kitermelte. Amiért ez egy egész jó hely. Így az elején. Igaz, hogyha erre most rárakok egy bányát, egy normális bányagépet, erre, akkor azt hiszem 30-at fog, igen, 30-at fog termelni, mert impure, tehát a szállítószalag 60-at tud vinni, ugye? De ebből van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab itt a környéken, és vasból kell a legtöbb az elején. Van 2 rész arra. Ott van egy olyan izé, mindig sose tudom mi az a limestone, amúgy mi a magyar neve. Meg amúgy arrafele még vannak, elég sok mondjuk, na akkor nézzük a limestone, lesz vagy 4-5 a környéken. 1, 2, 3, az már több darab térképem, úgyhogy nem tudom megnézni. Tehát mégis elég közel vannak itt a dolgok. Igaz, hogy mind ilyen maximum normál. Tehát nem a legjobb minőségű tudsz, de most az elején még nem is kell, mert úgyse tudja elvinni a szállítószalagod. Később meg ahogy bejön majd az MK2-es meg MK3-as bánya, már ez is fog tudni termelni a 300-at a 60 helyett. Persze az már minden lopkulával felturbozva. Eléggé gyűjtögetős játék amúgy. De tök jó dolgokat is össze lehet rakni, mondjuk én amit össze szoktam rakni, az mindig egy nagy káosz körülbelül. Nincs türelmem szépen elvinni a vezetékeket, meg ilyesmi. Ja, meg a másik, amit gyűjtögetni kell. Nem tudom mennyire látszik a képen, ott van egy olyan kék valami. Az egy csiga. Itt is lesz egy, úgyhogy ezt felszedjük. Azt hívják Csigusznak. Ő az. Hát, felszeded. Szép hangja van. Ada megdicsér, hogy milyen ügyes. This semi-slug species seems to persist entirely through absorbing and storing energy from its surroundings. Studying this could provide new methods for improving fixed production line efficiency. Store this potential resource for later use. Ő belőle fogsz tudni olyat csinálni, ami majd ide kell lesz. Fel lesz oldva, mert ez is majd fejlesztésből lesz meg. Tehát be tudod gyorsítani ezt a gépet például.
Most az 1.0-ával bejött még egy dolog, szóval ha eljutottunk volna, vagy eljut valaki odáig, akkor meg is tudja duplázni a termelését. Tehát, oké, most ez 30, ugye? Tudsz belerakni ilyen elem kinézetű, úgy néz ki, mint egy elem. Ceruza elem, 3 darabot tudsz belerakni, 2-nél megdupláztad a termelését, mondjuk akkor többet is fog fogyasztani áramba is, meg alapanyagba is. Tehát 150%-kal meg tudod növelni a termelését, plusz az új, valami loop a neve, most hirtelen meg nem mondanám milyen loop, de mindegy, azzal meg tudod duplázni. Tehát ebből tudsz csinálni egy olyan, és halálka majd nem tudom, de vagy 150-es, 300-as termelést ingotból. Persze a loop az nem duplázza a fogyasztását, mármint a alapanyagot, meg ilyesmit, de ezek az elemszerű szoktak, igen. Tehát kell hozzá majd, csak tipperek egyet, mert tényleg nem tudom, egy olyan 150 or per perc, és abból csinál neked mondjuk 300 ingotot, de úgy lehet, hogy csak összesen 150 ingotot, most hirtelen nem tudom. Jól van, tehát akkor kellenek nekünk 100-100 ilyen olyan. Na most már ezt a 100-100-at megcsináljuk, ha már ennyit kapáztam, már kész lett volna amúgy. Akinek van kedve szarakodni az árammal, az tudja más is csinálni amúgy. Mert ha most legyártunk két ilyen megerősített baslemezt, akkor tudunk csinálni egy konstruktort. Jel 3x4, kell villanyokkal próbálkozni. Az összefér. Ezért nem jó gyártani valamit, hogy pont annyi lesz, mint képnek kell. Kell több. Na gyere, villagyoszlop. Hogy mutassam meg, hogy akarok. Mi van már? Oké. Okay. Na, akkor most már sikerülni fog, ugye? Tehát rákötöttük, lerakjuk, nem ugye, megmondjuk neki, hogy mit csináljon, most jelen pillanatban csináljon ilyet. 20-at fog csinálni percenként, tehát az Európa körülbelül. De akkor neki, meg megmondjuk, hogy csináljon ilyet. Nem szallagozunk, lehetne kötni, de nem fogjuk. Persze természetesen leraktam kába a hét. Vagy akkor előbb próbálkozzunk meg, tudok már biomasszát? Először csináljunk biomasszát ebből. Így. Kell neki áram is. Tehát ezt ilyen rohadt gyorsan szívja lefele. Pedig még most csak maximumon 12 megawattot tudnánk, hogy aztán nem minden menne. Ez marha gyorsan szívja. Amit mutatni akarok, az pedig... Tehát... Itt van, hogy megy lefele a levél. Itt van, hogy megy lefele a massza, mi a massza? Sokkal több ideig tart egy biomassa, mint 10 levél, és 10 levélben megcsinálsz azt a nagyot. Aha. Hát azért sokkal jobban megéri át craftolni, úgymond ilyenre. Jó, menjünk, kalapálunk még egy kicsit. Középső gomb, ránéztek bármire,
megérnek a középségem miatt benyomjátok, akkor lemásolja. Hát nagyon nem lesz meg, de mindegy, kegyártanom. Kár velük. Jó, kicsit macerak meg ezt a elektromos szocokat itt megcsinálni, össze-vissza majd ez egy macera lesz. De igazából megéri, mert játék. Tehát vannak benne könnyítések, tehát be lehet kapcsolni könnyítéseket, de tényleg azt ajánlom, hogy aki most kezdi, az ilyen szivatós módszerrel csinálja. Mert így tanulod meg, hogy ez a van. Jó. Ez nem lehet el oda. Majd, ha lesz olyanunk. Ezt beletesszük ebbe. Ennek megvan, hogy mennyit tud gyártani, majd ezt valaki gyárat, vagy ilyen futószalagot, vagy bármi gyártósort épít, akkor majd számolgatja magának, hogy miből mennyi kell. Belevágunk a boardba. Elvileg akkor nagyjából megtarolunk meg. Hát csinálja, igaz, hogy ez így tényleg tovább tart. De legalább automatikus. Megmondom, emellett, amit most csinálunk, el fogok indítani egy könnyített verziót, aminek csak annyi szándéka vagy annyi ízéje lesz, hogy a gyorsabb haladást is lehessen látni. Ami mellesleg még úgyis marhalassú. Beízik. Jó, 48, 49, akkor 120 kell összesen, már nem tudom, hogy hol járok, szóval. Nem vagyok ez a nagyon pontosan kiszámolós, amúgy. Belevágjuk, van 5. Még 40 valamennyi darabja, akkor ez megvan. Ez nagyon nincs meg. Nem nincs meg. Meg majd lesznek olyan recept kombinációk is amúgy, amik tényleg megérik. Lehet találni a játékban ilyen Winchestereket, hard drive-okat, amiket majd abban a MAM nevű fejlesztőbizbatban ki lehet nyitni, vagy dekódolni, vagy nem tudom, hogy hívjam. És ad ilyen recepteket. Tehát mondok, hogy tudom én egyet, hogy csavart ugye lehet ebből a Flame Rootból gyártani, ebből az Iron Rootból, de viszont lehet a Iron Ingotból is. És Iron Ingotból sokkal több csavart gyártasz, mint Iron Rootból például. Van már egy csomó ilyen recept is, ilyen úgynevezett alternatív receptek. Lehet velük trükközni, meg ilyesmizni.
Jól van. Te mész még ebbe, és akkor már ez is megvan. Jól van. Meg vagyunk szerintem az első évvel, fejlesztéssel, base buildinggal, majd hogyha ezek hajlandóak lesznek befejezni magukat. Na és ezután akkor elkezdek egy olyat, ami némi könnyítéssel lesz. Nem is kicsi könnyítésekkel amúgy. Egyet csinálj meg és meg vagyunk. Oké. Na te hogy állsz? 68-on. Alunk egy picit. Igen, az a jó játékban még, hogy bármit építettél, ugye az ebbetővel el tudod bontani, és visszakapod a benne lévő dolgokat, meg a építési költséget. Tehát full inventory-val ne kezdjetek el szétrombolni mindent, mert különböző dobozokkal fogja televágni a pályát, ami nem fér el nálad, az kivágja egy dobozba alád. Meg biomasszát itt is tudok, itt is tudok. Akkor is biztos sokkal gyorsabb. Aha, sokkal gyorsabb. Jó, hát akkor az elején meg itt kraftoljátok, mert itt 100-szor gyorsabb, mint a gépben. Éppen, hogy 9 másodperc alatt égeti el. Nem több, mint 9 másodperc alatt. Vagyok most több megtűnik, meg legyünk. Na, szóval 92, meg vagyunk amúgy. Erre kattintottam. Jó, és ezek már időben lesznek, tehát 2 percünk van a visszaérkezésig, mert milestone reached. Elmegy. Several new structures are now available for improving factory organization. Foundations provide a building grid, which makes it easier to manage placement of any structure. In the event that you are experiencing amnesia for all events prior to planetfall, be reassured that memories of beloved humans and or animals would have only been distractions from your important mission. Tényleg eltűnik. Jó van. Na, amit ezzel nyertünk, a Foundation-ok, ez hogy még csak ennyi van. Amit ennyi fajta, de van. Hát ez a drágábbik, majd ki lehet lesz nyitni itt, amiben csak cement kell, olyan verzióját is, csak ezt majd csak később. Megéri, mivel ezzel tudsz majd gyárakat építeni. És hát én nem annyira gyárépítésbe gondolkozok, hanem platformokba. De például eljössz ennek a legmagasabb pontjára, kb. Ez, vagy az a sarok. Inkább az a sarok. Hasabbnak tűnik. És innen mondjuk elindulsz. Egy ilyen platformmal a végtelenségig, csak ugye nem tudom lerakni, mert is nálam nyersi. Akkor ide építesz egy bazi nagy területet mondjuk, azon lehet pakolgatni a gyártósort, vagy akármit. Na jó van, ha megnézted, kösz, ha nem, azt is kösz. Aztán várjuk majd, hogy mik jönnek még ebben a játékban. Biztos, hogy lesznek még új dolgok benne. Visszajött a nőnő is. Ugyes vagy Sky 3-as vagy hanyas vagy te. Jó, és akkor lehet tovább menni. Ami most még lényeges, az ez lenne. A konvojertbertnek a splittelje meg a mergerje. Ez muszáj ahhoz, hogy tényleg gyártósorokat csinálj.
Na, ebből a verzióból már ennyi. Majd nem sokára jön egy könnyített verzió is. Csak hogy ha valaki a játék fejlődésének az elvét meg ilyesmit akarja látni, akkor azon jobban fog látszani. Mert az gyorsabb. Köszöntöm a figyelmet. Bye-bye.